Nobody but me can keep me safe, and I'm on my way.
Hát jó reggelt mindenkinek! Lássuk, milyen a túlélés a Marson. Tutoriállal kezdjük, mint mindig. Jézus Isten, lehet, hogy mi csak a tutoriállal jutunk végig. Welcome to Mars. Hints, such as this one, will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Now it's time to land your first rocket. With the rocket selected, designate a landing site on the indicated location. Touchdown. The rocket has landed on Mars. Touchdown. Lényeget. Aha, kell csinálnunk drónok. Hogy van drónok. De jó. Hát az nagyon tetszett be. Szóval. Egy metal depozitot. Egy raktárat kell. Na jó, és ezt most mennyire rakjam kö... Oké, értem. Felgyorsítjuk egy kicsit az időt. Space a pauza, mint minden játékban. Ezek a kis mukik fogják megépíteni a depozitot. Ja, hogy ezek... de nagyon jól néz ki. Our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Initially, it's best to designate a universal depot. Aha, erre csak metált tudnak rakni. Igazából ez egy raktár akkor. És van olyan, ami sima, amire minden más tudnak rakni. És ugye ezt azt írta, hogy rakjuk közel a rakétánk. Azt gondolom, hogy ebből fognak. Along with metals, concrete is the other vital basic construction. Hát az nagyon-nagyon király. Ez igazából kiszedi nekünk a metált és a cementet. Na, szóval, és onnantól szóval, hogy ez lesz a... jó. Jelzi is nekünk, hogy hova kéne rakni. Igen, hogy lehet forgatni. Ne, hát ez nagyon-nagyon kömény. Well done. Okay. Now observe how the drones will carry all the resources to the site. And then construct the concrete extractor. Micsoda? Ja, igen. Gyorsítani kell a játékon, és akkor felépítik nekünk a kis robotjaink a dolgot. Hát ez nagyon beteg. És oda gyűjtik a... Nem, hát ez...
vicces. Like most buildings, the concrete extractor needs power in order to operate. Kell szükségünk van energiára is. A reliable electrical grid and supply is essential for the success of the colony. Jó, tehát kell csinálnunk egy generátort. Adjuk vissza abba azért a speedet. Ez 10 energiát gyárt. Na de várjunk, most akkor ha kábelt építünk. Akkor nem kéne, hogy ide rakni, mert akkor több mindent tud ellátni, vagy ez így ellátja. Ez érdekes. Szétszették a metált a kis droidok. Gyorsítom. És nincsen. Connect the Stirling generator and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. Ennyi. Ennyi, ez így össze is kötődik olyan. Kicsit hangos a zene, nem? Picit hangos a zene, csak lejjebb veszem nektek. Én sem igazán hallom a játékot. Azt nem is néztem, hogy van-e felirat. Hát gondolom nem akarjuk másik nyelven. Autosave. Oké, elvileg nincs felirat. Ja, még a nem, a displayben biztos, hogy nem volt. Nem. Waste rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Resources are low. Tehát kell csinálnunk. Univerzál. Aha. Jó, értem. Kell csinálnunk ehhez is egy depozitot. És mellé majd egy ilyen... Hát ez nem is tudom mi. Mi ez? Aha. Jó. Oké. És ezt mennyire kell közel rakni ehhez? Gondolom, hogy benne legyen a range-ében. Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. Drone hubot is lehet építeni, hát ez fenomenális. Ehhez is kell kábel. Akkor ezt rakjuk ide, innen kiszedték úgyis a metált. Hol volt a kábel? Gondolom az áramnál van. Építjük a kábelt, ja, felgyorsítom. Felgyorsítjuk. Drones run on batteries that have to be recharged periodically. Nagyon vicces. Tehát töltő is kell nekik, mert ugye töltővel működnek, illetve árammal mennek a drónok. Nem árammal, hanem akkumulátorral mennek a drónok. Ezért töltő is kell nekik. Hát ez fenomenális. Oké.
elvileg megvan minden. Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stages. Fel kell töltenünk újból a rakétánkat, ehhez pedig kell egy finomítót csinálni. Ide gyűjti a követ. Jó, értem, kezdtem legalábbis. Egy darab izénk van. Oké, ezeket nem lehet fel, mindegy, most csináljuk ami a feladat. Szóval, ilyen feladatunk? Ez mit csinál amúgy? Összeszedi a vizet az atmoszférából. Kevesebb ajzaja, hogyha közel rakjuk a vaporatorhoz. Azt én értem, és ez hol van? De ezt ugye nem érdeli. Na mindegy, ide rakjuk. Jó sok kábel kell hozzá, nem kell tudom olyan messze rakni. Vízből állít elő üzemanyagot. Nem tudom, hogy hogy raktam. Ne legyen már ki belőle, ha lehet. Jó. Lerakunk még egy áramost. És akkor az úgy jó lesz. Nem tudunk lerakni még egyet? Nem. Jó, akkor most csak egyet lehet még. Értem. We don't have sufficient power for all the buildings in the colony. Igen, most írja, hogy nincs elég powerünk. Tehát kell csinálnunk egy generátort, még egyet. Szerintem ide rakom. Azt is bele kell kötni, ugye? A system of pipes. Nem kell, jó. Hoppa, most nem figyeltem, mit csináljuk. Ja, hogy csövet kell lépni. Jó. Oké. Okay. Aha, hogy ez annyi mi... Hát akkor ezt pont fordítva raktam le. Igen, ez nem lesz jó. Jó, hát elsőre így lesz. De értem, a lényeg, hogy az a csöveket mutatja, tehát, hogy igen. Fuel production is now underway, and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Most ugye elvileg már majd jönni fog a... az üzemanyag nekünk, és föl fogják tölteni újra a... ha ez... hol kell. Elvileg, ja hát hogy töltik is. Hol látom azt, hogy töltik? Ja itt. Jó, oké. Okay. Ja, itt írja is, jó. És 2x5, jó. Hát fel van gyorsítva, úgyhogy ennél gyorsabb nem lehet. Nem is tudom, random bolygókat dobál? 12 darab drónunk van. Hát ez nagyon jó. Á, hogy mindent ír, jó. Sok vízünk nincs amúgy. Hát, hogy ezt ugye jelzi is, hogy nem sok vízünk van. Érdekes. Mik vannak még itt? Hypodermic farm. Gomba farm. Oxigén farm. Előállító üzemek.
Most néz ki rossz, tudom, hogy ez a játék kaszinó. Azonnal kaszinó. Ó. Hát az nagyon király. Egy kis dekoráció. Na, Sochi time. Vége. Ki kell lőni a rakétánkat. És mi lesz a kis drónjainkkal? Haló. Azokat megsérültek, gondolom. Aha, congratulations. You have finished the first tutorial. Úgy kell építkezni azért, hogy nem szabad túl közel építkezni. Mert azok ugye meg tudnak sérülni, akkor jó. Na, nézzük a következőt. Nagyjából értem, hogy mi hol van, de nem vagyok profi, tehát most tanulunk. In this training exercise, you will get acquainted with one of your most valuable tools, rovers. Na, most meg fogjuk tanulni, hogy... Na, így néz ki jól egy ilyen. Jó, várj egy picit, játék. Hadd nézzem meg, hogy te hogy csinálod. Ugye... Az nem is tudom mi. Szóval... És hol a raki... Na hát igen, nem mindegy. A játék igazából ugye itt a rakéta, itt így rakta az előbb a rakétát, és én közvetlen köré építkeztem, és nem szabad. Jó, oké, tehát hogy így nem kötelező közvetlen közé. Now let's try moving around. Hát ez gondolom, hogy úgy működik, ahogy előtt bármilyen játékban működik. Ja, csak ha nincs lepauzézva, akkor megy is. Értem. The RC transport can load and carry resources around the map. Let's use it to refuel the nearby rocket. Mhm. Szóval ez a... Az autó... Fel tudja magát tölteni. Mondom, fel tudja magát tölteni. Hát ez mondjuk elég érdekes, tehát hogyha az egy csak egy... Na mindegy. Ja, ugye hát, ja, mert ott az egy... Feltölti magát. Now order the RC transport to unload the fuel next to the rocket. És ide kell unloadolni. Ugye? Jó, nyomtam. Jó, gyere. Gyere szépen. Ja, és akkor itt a kis drónok pedig bepakolják a... ja, ő lerak egy mini raktárt, a drónok pedig bepakolják a raketet. Hát ez hasznos. Végül is igen. Igazából gondolom, hogy ezt fixen is lehet. Azt nem tudom mondjuk, hogy ezek a drónok. Na mindegy. Ez most megint el ki kell lőni. Amint bepakolták a... Bepakoltak. Akkor indítsuk el a rakétát. Ja igen, és ez kontrollál. Jó, oké, értem ezt is. Tehát ha van egy drone kontroller, gondolom itt van valahol. Some drones are left without a controller after the rocket launch. Ja. Igen. Ha! Neveket tudsz adni a drónoknak, hát ez nem hiszem el. Én nem takar. Ja, nem oda kell, bocsánat. A drone hub. De ez...
igen. Be kell, hogy érjen a hatáskörébe. Gondolom. Ez még nincs benne. De benne van. Halló, Irén. Az összeset. Jó, értem. Tehát így. Jó, oké. The RC transport is able to gather resources directly from surface deposits without the help of drones. Ez tök jó. Ki tudja bányászni a kocsi a 79%-on van amúgy a rakétánk, tehát valószínűleg mindjárt jön vissza. Halló, Bence. Ez érdekes. Nem mint, hogy csinálna bármi. Let's set up a small expand. Some distance away from the main base. Na, itt van, amit az előbb kérdeztem. He? Szóval ez a start. Ez a... Nice work. Ja, és akkor igazából ez a kiskocsi, ez viszi jobbra balra a nyersanyagot, jó. Érdekes. Ezek a kis drónok, hát ezek haláliak. De az is, ahogy felpakol. Another thing. Aha, ez pedig bepakol magába a drónokat. Ja, hát igen, így tudunk egy következő kolóniát létrehozni. Ez igazából, ugye ő hordja a cuccot. New sensor tower to scan the nearby environment. És ugye így tudunk építeni a közelben, mivel ugye ahhoz drón kell. Ez valami nagyon OP. Kő lesz. És ja, gondolom, hogy szenzor. Aha. Most kell csinálnom egy 300 km hosszú kábelt. Vagy csinálok egy sima generátort ide. Good job. Itt vannak drónok. Ja. Ja, ja.
Az hova megy? Na, kössétek össze, aztán ennyi. It's time to learn about scanning sectors and exploration. You can scan sectors of the map to discover new. You can also queue sectors for scanning. Aha, hát ez nagyon jó. Well done. Now it's time to use our fully operational RC Explorer to analyze the anomaly. Anomaly found. Good job. Ez pedig egy felderítő, igazából. Tehát, van egy ilyen szállítós járművünk, van ez a járművünk, ami igazából új kolóniákat tud, mivel drónokat tudunk vele pakolni. És van a felderítő egységünk, és még van ez az egység. Ja, ez meg maga a drone hub, ami írja is, hogy hány drone van. Ott tartozik hozzá. The anomaly has yielded interesting insights into new technologies. Aha. Research screen is van, hát ez fenomenális. This is the research screen. From here you can choose and queue techs for research. Gyerekek. Hát ez kicsit összetett lesz. Biotechnológia, energia, robotika, fizika, social. Én. Nem, mondjuk úgy, hogy nem pici. Commander, one other thing. És akkor igazából. Ugye ezzel kikutatjuk az Explorert. Jó. Nice work. Now you know how to handle rovers. Hát ez biztos, hogy amikor majd rendesen játszunk, ez mindenre nem fog emlékezni. Welcome, Commander. It looks like this forward base has gone through a major dust storm. Hűha. Hát itt vannak problémák. First things first. Let's remove some unnecessary structures. Meg kell javítani az épületeket, ugye, mivel egy vihar volt. Now let's get that drone hub operational. Azt igazából le is bontotta, ha jól látom. Micsoda? Solar panelet kell csinálnunk. Már csinálom is. Mi ez van túl messze? Ha. De miért oda... Na mindegy, lényegtelen. Idő felgyorsít. Igen, ezt itt... Ja, ezt gyakorlatilag eltüntettük. Csak meg gyorsan azt a szalárt. Nem igaz, hogy ennyire vadarik. We have some power, but it's not enough. We should prioritize the drone hub. Oké, így lehet a... De lehet a prioritást állítani. We can use the machine parts left from the concrete extractor to build a wind turbine. Szélturbinát is lehet. Na hát jó, ez, azt hiszem, hogy ezzel elleszek egy darabig ezzel a játékkal. Kár, hogy nem lehet online játszani többiekkel, de az annyira összetett, hogy ez lehet, hogy nem is éri meg. Meg mit csinálnak a többiek, érted?
Even with the wind turbine, there won't be enough electricity to power the base, especially during the night. You managed to get things operational, but this won't last, as buildings require maintenance. And we need more metals to secure this base. Use the RC transport to collect some metals and transport them back. Ezt az izét, ezt nem igazán értettem, ezt a szolárt. Ez most összetört? Nem. Ezek törtek össze. Na mindegy. Mennyit kell 20-at, jó? Resources are low. Oké, értem. Láttuk, hogy ezek éjszaka nem menjenek. Jó. Job. However, we need more than just metals. Fortunately, we can call a resupply rocket from Earth. Shut up. Most polymer. Ez öt. Oh, hogy kell? Nem már. Kereskedni kell, a földről kell hozni a nyersanyagot. 20 machine parts kell, és 20 elektronika. Hát ez világbajnak, esküszöm. Ugye nekünk nincs, itt látjuk, hogy mi van a kolónián, és ugye itt meg kell vennünk pénzért a... Hát ez fenomenális, hallod. Let's do some cleaning up around the base while we wait for the rocket to arrive. Ja, hozza nekünk a nyersanyagot a... Now, let's remove some of the unnecessary cables. Archie, Savage Tool. Ja, jó. Az egészet le kell. Igen, ha jól látom. Ja. És meg kell várnom, míg megjön a rakéta, és utána tudok tovább építkezni. Mert ugye... Hát mondjuk addig te szedhetnél nyersanyagot. Komám. Szedjed. Megjött a rakéta. Hova rakjuk? Na várjál, az előbb ugye baj volt azon, hogy... Unexplored sector, aha. Nem baj, ide rakjuk. Ez jó messze van mindentől. The supplies from Earth have arrived, and we can use them to expand the base. Aha, van akkumulátor is, ami eltárolja nekünk az áramot. Na, ez például, hogy ehhez hoztunk most nyersanyagot, ha jól látom. Igen, a polimert. Hát most hova rakjam? Ott van víz, oda nem rakjuk. Rakjuk oda. Puff neki. Igen, ő hozott nyersanyagot, te meg itt szedjed közben a metált. Magától fog,
Telizette magát, gondolom kipakol. Ja, éjszaka nincs munka. Látjátok? Éjszaka nincs munka. Ő is. De mondjuk ő nem azért állt meg valószínű. Ja, ő azért állt meg, mert tele van, de nem pakol ki magától. Na. Akkor ez most villámgyorsan építsétek fel. Fogadjunk azért nem épít... De eléri. Ja, így éri el. Jó, oké. Okay. Értem, most hozzák az alkatrészt hozzá. Jó. Tehát azért annyira nem lehet. Jó. Water is essential for a sustainable Martian colony. Fortunately, there is a water deposit nearby. Na szóval, most kell építeni near the water deposit. Then vízi erőművet. Tudjátok, a kábelre figyelni kell. Gondolom, hogy ezt majd abba kell belevezetni. Hiszek így most maguktól szedik a metát. De jó. Mert annak akkora range. Értem. És ennek... Ja, hogy itt kiszedtek... Kiszedtek már mindent. Jó, oké. Ez mindig nincs... Nincs elég energiám. Miért is nincs? Bele van kötve? Bele. Nem igazán értem. Extractor is ready, but we don't have a storage for the water it will extract. Jó, kell csinálnunk egy a vízi erőmű mellé persze természetesen egy tárolásra alkalmas eszközt is. Gondolom ez is kell energia. De össze megépítjük, ezt meglátjuk. Nem. Ez először pipe kell. Itt volt, opa. Érdekes ez a... Ilyen, biztos lehet. The time has finally come to build the first dome that will house our colonists. Ez gyakorlatilag egy biom a Marson, ami... Érdekes. Hát mekkora vagy, te hallod? Hát menj már valahova. És ide is be kell vezetni a vizet, meg minden? Te Jézusom! Na jó. Nincs áramom. Azért az úgy... Kicsit bajos ám, srácok. Azt sem értem, hogy miért nincs áramunk, mikor itt egy szélturbina.
ez is megy. Na jó, engem nem érdekel, hogy itt... De rakunk még egy szél turbinát. Ez high priority, srácok. Megint este lesz, és megint el fogok építkezni. Az ott az automatán összeköt. Jó, mindegy, ezt nem tudtam. A lényeg az, hogy most már plusz 3-os a... Előbb gondolkodtam, mint ezt kiírta volna a játék, ugye? Ez hol is volt? Ja, itt. Itt is innen tudok ugye hozni. Itt van metal. Ugye mindent tudunk hozni. Drónt, mindent, amit akarunk. Hát az fenomenális. The dome is complete, but we have to supply it with water, power, and oxygen. Hűha. Na, állj. Opa. Te unlódod le magad. Itt kell építenem. Oxigén. Úgy kell építkeznem, hogy... Ja. Ez így jó. És ezt a kettőt, ezt le kéne takarítani. Mert akkor bele tudom kötni. Ezt meg már most bele tudom kötni, akarom. Nagyon szuper. És áramot is kell belekötnem, hát akkor azt innen fogom kötni alulra. Úgy. Sőt, ezt itt... Na. Ezt itt az egészet össze kéne kötni egy... Egy kábelen legyen, és ide itt rakunk még szolárpanált. Úgy. Úgy. Egyébként ide vissza kéne rakni ezt a gyárat is. Nem storage. Nem life support. Production. Nem tudom vissza rakni. Jó. Akkor kábel. Amúgy... Ugye? Úgy szerintem ez nagyon nem kell oda. Ez automatán összeköti? Automatán, jó, oké. Okay.
Hogy lehet minusz 9? Igen, ezt úgy kell csinálni, hogy kell csinálni egy nagyon nagy szolár napelőművet. Na, azt ott megcsinálták közben, srácok. Gondolom ilyennel kell. Nem néztem, hogy csak oda lehet kell. Ó, elég hülyén néz ez így ki, de mindegy. Well done. You have completed the simulation successfully. Egy másodperc és jövök. Welcome back, Commander. In this tutorial, you will finally familiarize yourself with the challenges of sustaining a society on Mars. Úristen, mennyi izé van. Foundations for bringing your first colonists have already been laid down. One of the final things left to do is to provide the founders with living space. Én az előbb nagyon kevés ízet csináltam. Erőművet, na most látom. Szóval ezekre nagyon oda kell figyelni majd. És a kábelezés sem mindig jól csinálom. Nem tudom, hogy húz ilyen egyet, nem mindegy. Első játékunk. Oxigén. Ez egy oxigén tartály, gondolom. Víztartály. Vízpumpa. Jézusom, ez az oxigén, meg a vizet egy kábelen viszi. Egy csőbe. Na. Ugye nem elég, hogy ilyen urákat kell csinálni. Még ebbe kell raknod háznak valót is. Hát ez tényleg fenomenális. Ennél több mindenre már nem tudok odafigyelni. Értem, és egyébként ezek az ajtók, ugye itt nincsenek pipe-os részek, tehát gondolom ezek az ajtókkal össze tudod kötni a különböző dómokat, mert ha jól emlékszem, többfajta is van. Igen. Van ez a nagyon pici, a normális, a nagy, és ugye meg tudod csinálni te rámpaként, meg tudod csinálni az összekötést is. Hello, hello, Edward. IP priority, srácok, gyorsan csináljuk ezt meg. Kis padok is vannak. Hát ez a drón, ez nagyon cuki.
Ja. Fölgyorsítom, nem várunk itt ennyit. With all preparations complete, igen, ez még a tutorial. Is ready for the arrival of the founders. Ez a harmadik tutorial. Kettőt megcsináltam már, nem mindenre emlékszem a kettőből, de igen, ez a harmadik tutorial. From this screen, you can inspect all available applicants and determine which ones will travel to the colony. Aha. Azt is én választunk, hogy milyen emberek jöjjenek. Hát ez mesés. You may want to review and handpick individual candidates for the founders. Egy 12 fős kolónia fog jönni. Ezek vannak kiválasztva, és erre lehet őket cserélni. Illetve hát itt van még egy csomó minden. Most jön egy semmi. Egy kínai, akinek semmi plusza nincs. Egy mérnök, aki orosz. Egy geológus. Egy tudós, indiai tudós. Nagyon jó. Egy medikus. Egy botanikus. Még egy medikus. Egy tudósunk lesz, és... Hát nem tudom. A két medik oké, de szerintem... Oké, scientist egy van. Mindegy, most így fogjuk. De amúgy eddig nagyon tetszik a játék, tehát... Ja, és hogy még nem is kell lecserélni, még most is tudok felülte. Ja nem, de muszáj. Mert ezt már nem tudom, mert csak 12 fős az űrhajó. Jó. Na, és akkor igazából, ugye, elindult az első kolonizációban. We need to make sure that they will be able to produce their own food on the red planet. Nem csak arra kell figyelni, hogy nyersanyag. The hydroponic farm can produce food. Ja. Tehát. Állítsuk vissza az időt. Kell csinálnom nekik konkrétan kaját. Ja, lehet fordítani. El vagyok az ilyen játékokkal, ha bár ez most tényleg nagyon új, tehát hogy így... De egyébként tényleg tetszik, mert sok mindenre oda kell figyelni. Ez most igazából a tutoriát végig akarom vinni, aztán majd legközelebb játszunk, úgyhogy csináljuk a challenge-t. Ma még lehet, hogy lesz egy stream este, de nem tudom. Ja, idő. Ezt mindig elfelejtem felgyorsítani. Colonists need service buildings to keep them comfortable on Mars. The grocery that you already constructed. Na, megjött egyébként a kolóniánk. Ő mekkora vagy? Hát rakjuk a üzem elé. De még nem szabad gondolom lerakni őket. Igen, ugye. Gondolom, hogy itt bizonyos szakmájú emberek dolgozhatnak. Au. Hmm.
egy, ezt építsük meg. Jó, tehát most pont azt kéri, amit az előbb akartam csinálni, oké. Legyen az, hogy ide lerakjuk. Gondolom ő csak azt most megtanítja nekünk. New colonists have arrived. Okay, köszi a tippet. Great. Now that you have a space bar, you can customize its work settings. Hát ez hihetetlen. Aha! Értem. Ja, így le lehet zárni a üzéket. Oké, jó. Healthy colonists at working age are able to fill any position. Jó, tehát így le lehet, ugye... Nos, mondjuk egy medikus nem. Full of hope and determination. The first founders have set foot on the red planet. Na, először research lab. Azt hittem ez nagyobb lesz. Ez tök jó, alkoholista. Fenomenális. Jó, itt kik dolgoznak. Hát igen, a botanikus az biztos, hogy jól érzi ott magát. A geológus az nagyon nem. Szépen. Work shifts, among other things, are a way to manage your workforce. Buildings with higher priority will be allocated workers, power, and maintenance. Ja, lehet állítani különböző dolgokat, hogy ide jöjjenek dolgozni. Igen, hát ez más értek a with the research lab up and running. Let's begin researching some technologies. Okay. Na és itt a kuta. Tófa, igen, ami mert...
Nagyon sok mindent lehet csinálni. Mi csinálja a bakker? 20% a gyorsabb dróna. Lejjebb viszik a vízet, fagyasztást. Ez pedig az energiafagyasztást csökkenti. Nagyon jó. Ez volt a feladat? Még ezt megnézzük. Congratulations! You have provided everything needed for a successful fountain. You have completed the tutorial for the founder stage. Na, az is megvan, király. Welcome back, Commander. In this tutorial... Shuttles can transport resources and colonists across great distances. Vannak kis repülők, hát ez nagyon-nagyon király. Most kettő van. Jó, gondolom ez a transportról fog szólni. Kigondoltam volna, hogy kell hozzá kábel. Now that we have operational shuttles, it's time to establish a mining dome. Reggelthatni. Igen, és ehhez ugye már a munkás kell, tehát ehhez kell a kolónia. Ja. Kéne kötni az államba. Ezt aki kitalálta, hogy így építkezzenek, hát ez fenomenális volt. Na mindegy. There are no colonists in the mining dome. Igen, ugye ez egy bányaváros lesz gyakorlatilag itt. Don't forget to provide basic services for the citizens of your new dome. Tudom, space bar kell, meg kaja. Ennyi?
You can set up filters for every dome to attract colonists with desired traits, and block or push out colonists with undesired ones. Being near a rare metals deposit, this dome is best suited as a mining hub. So it's best to encourage geologists to migrate here. Igen, a geológusok, mert ez egy bányaváros, és nem kell olyan tudósok, mert nem tudom, mit csinálni. This dome has been designated for research purposes, so it's best to attract more colonists with the scientist specialization. Itt pedig pont fordítva kell, ide scientist kell, és geológus nem nagyon. Így aki itt van három geológus, az az, hogy át fog menni a másik dómba, mert... Colonists can migrate between domes using shuttles or walking when they are positioned close to one another. However, they cannot usually visit buildings in nearby domes on a daily basis unless they are connected. Azt szerintem abból pedig ez mi csináljuk inkább. Gyakorlatilag semmit. Jó, a másik dombból, amit most építünk, abból egy research centert fogunk csinálni. Van két livingja, egy étterme, egy research labja van. De szerintem abból fogunk. Ez a dokik, ugye? Igen. Park. Wow. Ezt még nem jöraktam be, hogy fogom összekötni a kettőt. Mindegy. Most már így raktam le, kellettem forgatni egyet. Úgyhogy itt legyen a bejárat. Mi legyen valami ilyesmi módon, majd összefügyük a kettőt. Construct two farms in the new dome. They will be used as workplaces for the colonists in the old dome once the domes are connected. Hát akkor nem. Akkor nem az lesz, amit én szerettem volna, hanem amit a játék akar. Leraktam a két farmot emberke. Nem kéne összekötni mondjuk pipe-on, meg a többivel. Szerintem csak azt akarom, hogy... Domes positioned closely to each other may be connected with passages. Ide nem lehet rakni. Ez mekkora ügyeség. Köszönjük, Emese. Nem csinálom még, mert kíváncsiak rá. Good job. Ellátja minden, jó, erre voltam kíváncsi.
Ja, itt is írja. Jó, tehát minden elállátja innentek, ez nem szükséges. Elég csak egy ilyen hidat építeni, és megvan. Oké. Some buildings can have upgrades that can improve them in various ways. Na tessék. Hogy ezek... Jó, oké. Értem. Ezt kell kitanulnunk. És ide még mindig embert keresünk, haló. Legalább egyet hagyjatok már. Igen, és ugye az is, arra is figyelni kell, hogy az is bajuk, hogyha nem otthon. Na, nem otthon dolgoznak. Erre is oda kell figyelni. 28%-nál vagyunk. És mi a helyzet itt a... Mi a helyzet itt a föntinél? Ja. Ez dolgozik. 4 emberrel. Ezt mondjuk innen ki kéne rúgni. Nem ki kéne rúgni. Hát, ha lemegy oda alulra. Ez egy botanikus. Nem? Ide jött egy scientist. Hát ez... Ja, be tudom állítani. Igen, ide. Ide, ha lehet. Botanikus jöjjön. Arra lenne szükség. Congratulations! With the research complete, a new up... Igen, na erre vagyok kíváncsi. Ah, jó, tehát hogyha van valami ez van, akkor azt jelzi. Jó. Nice work. Oké. Okay. És akkor igazából ezt most leupgrade-eli, és magasabb lesz a több vizet tudunk közelni. The upgrade has been constructed. Oké. Okay. Ja, több vizet nyom. Oké. Okay. Mi a feladat? The command center is a treasure trove of information about the colony. Atya, itt van, hogy mennyi áramot termelünk, és mennyire van szükség, mennyi épületünk van, mennyi domba. Nyeres anyagok, mekkora a populáció, van-e állástalan, és a többi, valakivel van-e probléma. Igen, itt le tudom nézni ugye külön a kolóniát is. Hát eléggé részletesen elmondja, hogy mi van. Most ez komoly? Gyerekek, ha van baj. Na mindegy. Hát igazából, ja. Congratulations, Commander. You have graduated from the international. Na, hát végigmentünk a tutoriálon. Van a kreatív mód. Itt gondolom, hogy időre kell... Nem akartam rávenni. Ja, időre kell teljesíteni. 24 darab challenge van, megpróbálom majd rajta végigmenni. És ez hogy is van? Aha, itt pedig... Ja, itt írja, hogy milyen nehézségű. Az igen. A random a 120. Jó, hát értem én.
ugye itt nagyon sok pénzünk van. Elég nagy a rakéta is. Igen, ugye itt pedig gondolom, hogy mivel hard, kevés a pénz, igen, csak 5 millió. Ja, hát ezzel lesz baj. Ja, és itt még lehet könnyíteni rajta, értem. Jó, oké. Itt ezeket majd átnézem. Ja, és itt még lehet berakni különböző nehézségeket. Hát ez hihetetlen. Voyager. Logót lehet kiválasztani. Ó, hát adjál már. Csak az UFO. Hát nehogy már ne. Biorobot. Don't panic. Jó. A tutoriált megcsináltuk. Szerintem vannak hozzá modok, azt majd még lehet, hogy megnézem. Szerintem most egyelőre már ennyi. És szerintem folytatni fogjuk, mert tetszik. Úgyhogy elköszönök, sziasztok, további szép vasárnapot, találkozunk legközelebb.